A vasárnap szerzett Hepkupa ezüstérmet követően a hétfő még a pihenésé volt, igaz, a csapatból többen is pályára léptek az egyetemi bajnokságban, kettől aztán ismét a munkái lett a főszerep a cápáknál. A bajnokság alapszakaszában még 8 meccs vár a nyíregyháziakra, aztán következik a rájátszás. Ez az az időszak, amikor a legjobb formáját kell elérnie egy komoly célokért harcoló együttesnek. Ahhoz, hogy tudjunk előrelépni, ezeket a mérkőzéseket, amik következnek az alapszakaszban, meg kell nyernünk, és föl kell rá készülni, és hozni kell. Ugye most itt láthattuk, hogy a csapat körüli megszólalásokban, írásokban gyakran beszélünk arról, vagy beszélnek arról, hogy majd a döntőben vissza tudunk vágni az oroszlánynak, csak közben mindenki azt felejti el, hogy nem vagyunk a döntőben. Oda kell jutni, ki kell harcolni, ahová nagyon nehéz lesz eljutni, úgyhogy szépen vissza kell szállni a földre, és el kell kezdenünk a felkészülést, és szépen kaparni kell, új taktikai elemeket megtanulni, hogy tudjunk meglepetéseket okozni az ellenfeleknek, és jussunk el oda, ahová végül is szeretnénk. Bár a játékosok a Hepkupa döntő után még nem tudtak örülni a második helynek, az idő haladtával azért egyre fényesebben csillog az ezüstérem. Mindenki csalódott volt valamennyire, hisz csak vereséggel zártunk a döntőbe, de úgy érzem, hogy nagyon fiatalok vagyunk a csapattal, és egy ilyen eredményt elérni, ez egy nagyon szép munka volt, meg tényleg csapatjátékkal értük ezt el. Úgyhogy nem kell lógatnunk a fejünket, ezt Ernő és Jani is mondta, menni kell tovább. A további szezonra pedig ez egy hatalmas lendületet adhat nekünk. A cápák legközelebb annak az MTK-t Örök Bálintnak az otthonában lépnek pályára, amelynek kispadjára nem régült le a korábban Nyíregyházán is kosarazó Bódi Ferenc. A szombati házigazda több csapat társaságában küzd a rájátszásba kerülésért. Az eddigiekben nem is nagyon játszott a kontrollált játékot, és aki kosárlabdázott, az tudja, hogy nagyon nehéz felkészülni olyan ellenfél ellen, amikor nem igazán várod, hogy mi fog következni a következő lépésben. Ha valaki taktikailag felkészült, őt nagyjából ki tudott számítani, hogy mi lehet a következő lépése, egy ilyen ellenfélnek nem. Éppen ezért nekünk mindenképpen erősen kell védekeznünk, mindenképpen meg kell állítanunk az ő betöréseit, befutásait, szabad játékaikból kialakított helyzeteket, és a mi akaratunknak kell, hogy érvényesüljön a mérkőzésen, akkor lehet olyan annak a mérkőzésnek a képe, amilyet mi szeretnénk. Tehát mindenképpen azt várom, hogy egy kemény mérkőzés lesz, ahol az MTK mindent meg akar tenni majd a győzelemért, de hát természetesen mi is azért megyünk, hogy győzzünk, két győztes nem lehet, szeretném, hogyha ezek mi lennénk. A 19. fordulóból két meccset már lejátszottak. A Vasas Akadémia 75-74-re győzött Miskolcon, a PVSK pedig Győrben nyert 82-76-ra. Az MTK Török Bálint Nyíregyháza Blue Sharks találkozó mellett Vásárhelyi Kosársuli Veszprém, Budapesti Honvéd Békés, tehetséges fiatalok Bonyhád és nagykőrös oroszlány mérkőzéseket láthatnak a szurkolók.